Halló, sziasztok, üdvözöllek titeket az első képértékelős videómban. Beküldtetek nekem rengeteg képet, 16 darab képet kiválasztottam ebből, ezeket fogom értékelni, megpróbálok nektek hasznos tanácsokat nyújtani, és tippeket adni, hogy hogyan lehetnek jobbak a képeitek, úgyhogy vágjunk is bele! Az első fotó Kun Roberté, most ezt a fotót nem fogom értékelni, a következőt fogom, de csak hogy mennyire tesó vagy, nekem is van egy lupityelem, ez egy kétaknás fényképezőgép, ez 6x6-osra fényképez, itt a film megtaláltam, ilyenekre fényképez, aki esetleg még nem látott volna ilyet, megpróbálom kihozni, bár ezt kesztyűvel kéne megfogni, de most ez így mindegy, ilyen filmekre lehet fotózni, mai napig egyébként ezzel én még fotózom, működőképes, nagyon jó, és nyáron lesz majd filmes fotózással kapcsolatos videó is, de nagyon örülök, hogy nem csak én foglalkozok ilyen filmes fotózással, de akkor nézzük is Robi első képét. Mindenféle kategóriából válogattam fotókat, az első most pont egy építészeti fotó, szerintem ez egy városháza lehet, vagy nem is tudom mi ez. Igazából teljesen mindegy, amit én nagyon sokszor mondok, hogy amikor bármennyi épületet fotózunk, a vonalak maradjanak egyenesek, jó? Ezek nem egyenesek. Hát látjuk, hogy ezek nem párhuzamosak, ez nagyon-nagyon fontos, építészeti fotónál a vonalak legyenek egyenesek, jó? Ez nagyon fontos. Másik az, hogy itt az árnyékon van egy kis kék elszíneződés, ez naplementében a fél egyensúly miatt van. Ezeket a kékeket érdemes egyébként deszaturálni, jó? És akkor sokkal jobb lehet a kép. Következő fotó Gerzsóné. Gerzsóné ez egy nagyon-nagyon jó elkapott pillanat. Egy dolgot, és pontosabban két dolgot szeretném megemlíteni. Nem tudom, tudom, hogy ez ilyen emberfüggő, de én szeretek retusálgatni a képeket. Most nem feltétlenül égbolt cserére értsétek ezt, hanem itt a háttérben van két konnektor. Most ez a két konnektor engem nagyon zavarja. Ugye feketés itt a háttér, ugye teljesen sötét színű, ami tök jó, mert ugye ide vonza a szemet, de viszont ez a két konnektor nekem nagyon elvonna a figyelmemet, szerintem ez érdemesen retusálni, hogy nagyon jó a csúcsfényekben, meg itt a árnyékokban vannak még részletek, nem éget ki, jó kicsit világos, de van még benne bőven részlet, jó a pillanat, ez egy jó kép, de mondom, ez a két konnektort én talán kikapnám. Következő fotó Országházról, Matolcsi Jákob fotója. Jákob, ezt rendkívül jól exponáltad, ezt bele akarok kötni, akkor se tudnék belekötni. De nem is tudok belekötni, így nem is kötök bele. Én is fotóztam már Országházat, én nagyon-nagyon problémában voltam vele, hogy ezeket hogy exponáljam. Ez nagyon szépen van exponál, nincs beégve, színeket is viszonylag életűre viszonylag hozom, mert tudom, hogy valaki teljesen fejére visszahozza, de nagyjából egyébként ez tényleg így néz ki. Egyetlen dolgot említenék meg neked, középről fotózod, ugye ez egy szimmetrikus dolog, szimmetrikus épület. Így látod, hogy itt ekkora a különbség, itt pedig ekkora, innen jöttem én rá, hogy ezt nem teljesen középről fotóztad. Érdemes pontosan középről fotózni ezeket, hogy a kupola és az oszlopok között ugyanannyi legyen a távolság, de ettől függetlenül ez egy jó kép, nem tudom milyen helyzeti adottságai voltak, de ilyeneket érdemes szemből fotózni. Következő fotó Szigeti Tamásé. Tamás, ez egy nagyon jó kép egyébként, nagyon jól használod a vonalvezetést, amit ugye nagyon sok videóban én már megemlítettem, hogy ezzel vezeti az ember ugye a szemet, a nézőnek a szemét, ezt nagyon jól alkalmazod. Egyetlen egy dolgot tudnék neked mondani, az pedig, tudom ez megint az én hülyeségem, hogy viszonylag sokat retusálok a képeken, de ez nem minősül szerintem annyira soknak, hogy ez a fekete kis, nem tudom, csatornafedél lehet itt lent. Ez nekem kicsit így bevonza a szememet, nem futtatja végig annyira a kép így a szememet. Kicsit az így megragad így az elején, szerintem az érdemes kiretusálni, jó? Ez persze természetesen csak az én személyes véleményem. A következő fotó Magyar Istvánné. István, ez egy jó kompozíció, Ausztria, Németország, nem tudom merre lehet, Svájc esetleg, én is nagyon szeretem az ilyen alpesi tájakat, imádom fotózni és kirándulni, nagyon szeretek, viszont a képed az, hogy is mondjam, azt szoktam mondani ezekre a fotókra, hogy halott. A halott azt jelenti, hogy nem vibrál a kép, tehát látom ezt, hogy teljesen kontrasztalan, sötét, valahogy nincsen mélysége az egész képnek. Most kicsit belenyúltam engedelmeddel a fotóba,
és látod, hogy egy kis fényt az ember ráad, és egy kis kontrasztot, mennyire életre lehet kelteni a fotót. Tehát, hogy így olyan lelketlen a fotó, nincs kontrasztja, nincs mélysége, viszont így tényleg csak kontraszt és fényerő, tehát ez nem minősül túlretusálásnak. Ennyit rátettem, és látod, hogy mennyivel jobb egyébként a kép. Bármilyen képszerkesztővel egyébként ezt tudod módosítani, a fényerőt és a kontrasztot, szóval ajánlom, hogy ezeket használd, mert ez egy jó kép, de látod, hogy egy perc alatt mit lehet belőle kivarázsolni, és ez nem csalás, ez tényleg nem csalás. A következő kép Bodnár Domonkosé, ugyanaz a helyzet, mint István képénél, jó a kompozíció, jó a kép, bár régi telefonnal készült, és lehet új telefonnal, csak digitális zoommal készült, de ugyanazt mondom, hogy kicsit halott, nincs kontraszt rajta, egy percet áldoztam rá, és látjátok, hogy a éleket mennyire ki lehet emelni. Egy kis kontraszttal és fényerővel, nem nagy csoda, tényleg kontraszt, fényerő. A következő fotó Sápi Martiné. Nem vagyok nagy ételfotós, szálldaknak szoktam azért fotózni, amikor interjút rendelnek tőlem, és ételfotózást is néha beve vállalok, tényleg havi 1-2 van csak. Azt tudom mondani, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a fényforrások színhőmérséklete megegyez, ami azt jelenti, hogy ha van egy belső világítás, egy sárga fény, és a sárga fényre még mondjuk egy beáramló természetes 5000-5500 kelvines szélhőmérsékletű fény érkezik, az keveredni fog, és nem fog jól kinézni. Ez történt itt is. Meg is mutatom, a tányér ugye az fehér. Na most, ha végigmegyek pipettával, akkor ti is látjátok, hogy ez bizony lila. Ez a szélhőmérséklet eltolódása miatt van, lilás elszíneződése van, szóval érdemes egy szélhőmérsékletű lámpákkal világítani. Vagy csak természetes fény, vagy csak benti sárga fény, ha ilyenek a helyzet adta lehetőségek. Következő fotó Fejes Ádámé. Ádám, én tudom, hogy rengeteget dolgoztál ezen a képen, elképzelted, objektív választás, én tényleg látom a tudatosságot, viszont ha ennyit törődsz egy képpel, akkor érdemes egy kicsit alulexpósabb képet itt csinálni, mert ahogy megnézem, a háznak a belső fényei teljesen ki vannak égve. Nyilván túl kellett exponálni, ugye a csillagok miatt hosszú volt az expozíció, ez teljesen érthető, viszont emiatt a háznak a belső lámpái teljesen kiégtek. Érdemes egy kicsit alulexponált, és az alulexponált részt pedig ide behúz. Jó, sokkal jobban tud kinézni. Másik pedig, amit észrevettem, bár ez csak az én szemem szúrja ki megint, az pedig az, hogy tudom, hogy kék, meg ugye lila itt az égbolt, ami teljesen rendben is van, de itt a fenyőfa mögött már fehér. Tehát tudom, hogy ez külső képből lett kihúzva, vagy úgy lett ráadva a fényerő, de ezekre figyelj, mert nagyon furcsán tud kinézni, hogy itt kék az égbolt, meg lilás színe van, ami rendben van, de viszont itt már fehér. Jó, tehát ez ugyanolyan színnek kell lennie itt is, mint itt is. Amúgy ez egy szuper kép. A következő kép is Fejes Ádámé, itt csak egyetlen dolgot szeretnék megemlíteni, ezek pedig ezek a flérek, ezek a becsillanások, ez amiatt vannak, én sokszor találkoztam már ezzel, hogy poros a lencséd. Tehát ha nem tisztítod meg rendesen a lencséd, és egy-két porszem van rajta, és egy ellenfény van, amit most van is ellenfényed, akkor ezek a porszemek ilyen formába fognak becsillanni neked, és nagyon rosszul néznek ki. Ezeket ki kéne retusálni, vagy ha leporoltad volna a lencsédet, akkor ezek nem jelentek volna meg, és sokkal jobb lenne a kép. Egyébként légy szíves, kommentbe írd le nekem, hogy ez a kép hol készült, és mi ennek a sztoria. A következő fotó Huszár Istáné. István, mint említettem, nagyon szeretem az Alpokat, gyönyörű táj. Szerintem tudom, hogy jól néz ki ez a tükröződés, és lényeg itt ez a tó. De én azt mondom, hogy én egy picit megpróbálnám talán szűkebbre vágni, én akár egyébként ennyit is levágnék belőle, azért mert szerintem itt a téma inkább a hegyvonulatok, és szerintem sokkal hangsúlyosabbak így ilyen vágással a hegyvonulatok, a gletszerek, ilyen vágással. Ez természetesen az én véleményem, de szerintem ez így egy picit sok, de akár lehetne mondjuk így is vágni, így többet meghagyni a tükröződésből, esetleg így is jó lehet, egyébként a kép itt nem halott, nagyon jó mélysége van, jók a színei, szóval ez egy remek kép, talán vágásügyileg én talán így vágnám. Igen. Következő fotó Szilágyi Szilárdé. Szilárd, látom, hogy nálad már egy előre haladottabb interjőr fotózásról van szó. Amit először észrevettem, az a radiátor. Érdemesebb lett volna egy kicsit balra lép, hogy pontosan ez takarásba legyen a faltól. Ami azt jelenti, hogy kicsit
balra mész, és mondjuk a falnak beállítom a vonalazót, mondjuk ez lenne az éle, akkor be lenne takarva a radiátor. Tudom, hogy ott az ember élőben fotózik, akkor ilyen kis részleteket nem vesz észre, de ezekre mégis érdemes odafigyelni, belezoomolni a képbe, és megnézni ezeket, hogy pontosan hogyan lógnak bele ilyen kicsit zavaró elemek. Másik dolog, amit meg szeretnék említeni, amit előbb is említettem, a különböző fehér egyensúly. Ez én is nagyon sűrűn találkozok vele, hogy jön be természetes fény, ami 5000 körüli Kelvin fokot jelent, és fönt pedig vannak a plafonon a 3200-as Kelvin fokos lámpák. Na most ezeknek a mixe kiszűrhetetlen, és egy ilyen elég furcsa mixet fog alkotni. Én tudom jól, hogy a fal itt fehér. Na most bárhova rámegyek pipettára, nem lesz fehér. Tehát itt is kékes elszíneződése van, itt sárgás, mert egy természetes fény, meg a benti fény keveredik, és ez így nem lesz fehér. Tehát ez így eléggé furcsán tud festeni. Én azt tudom neked tanácsolni, hogy ilyenkor csináld azt, hogy kapcsold le az összes fényt, ezek nem fognak kelleni, mert hangulatilag, ha ennyire sok természetes fény van, nem ad hozzá pluszt. Talán egy másik expót csinálhatsz mondjuk a lámpákra is, és azt mondjuk egy külső képről esetleg behúzod, de én azt mondom, és én azt szoktam csinálni, hogy lekapcsolom az összes fényt, ezek nem kellenek nekem, itt csak a bejövő természetes fény domináljon. Persze a megrendelő azt mondja, hogy igen, és azoknak égniük kell, akkor azoknak égniük kell, és még itt a függönyt érdemes lett volna egyébként beállítani szimmetrikusan, hogy mondjuk mint itt. Tehát itt meg ez itt nagy egy picit, de amúgy a kép rendben van, biztos elégedett volt a megrendelő. Az utolsó fotó, amit hoztam nektek, az Pipics Péteré. Na most Péter, amikor megláttam én ezt a képet, hát tényleg nem tudok rosszat rá mondani, azért akartam beletenni utoljára ezt a fotót, mert ez nekem a kedvencem volt a beküldött képek közül, ez volt a legjobb az én ízlésem szerint, és mondtam nektek többször, hogy minél kevesebb minden van egy fotón, annál jobb. Mi van ezen a fotón? Egy tenger, meg egy motorcsónak. Motorcsónak pedig ugye hullámokat hoz létre, és ennyi a kép. Absztrakt, szép, minimál. Nekem ezek a fotóim a gyengéim. És az nekem nagyon-nagyon tetszik, ki is teszem full size-ba, hogy lássa szépen mindenki a fotódat, így-ni. Hát itt megy a motorcsónak, és itt vannak a hullámai. Engem tényleg lenyűgözött ez a kép. Viszont nagyon érdekel az a sztori, ami a kép mögött van. Nagyon érdekelne, hogy hogyan készült ez a kép. Tudatos volt-e, véletlen volt-e, hol készítette, szóval minden információt légy szíves kommentbe írja nekünk, mert nagyon-nagyon érdekel ez is, hogy lett ez a kép elkészítve. Ennyi lett volna az első képértékelős rész. Tudom, hogy nagyon sokatok képe nem került bele, ne haragudjatok érte, tényleg nagyon-nagyon sok képet kaptam, megpróbálom idővel ezt behozni, két hetente fogok jelentkezni a képértékeléssel, küldjétek be továbbra is a fotóitokat, ha beszeretnéd küldeni, akkor a leírásba találsz egy linket, küldd be nekem oda, remélem tudtam nektek segíteni és hasznos tanácsokat, tippeket adni a képértékeléssel, két hét múlva találkozunk ezzel, hétfőn pedig jön a heti vlog, addig is legyetek jók!